A projekt oktatása a hagyományos tanítási modelltől eltérően több lehetőséget kínál a gyermekek számára, például az újdonságok iránti vágyuk kielégítése, vagy épp a kreativitásuk fejlesztése terén. Tavaly az Óbecsei Központi Óvodában is az új program szerint indult meg az oktatás. A Kolibri Központi Óvodában már szeptemberben az új program szerint kezdődött meg a tanév, februártól pedig az itt dolgozó óvónők a többi községi óvodában is bemutatják majd, hogy mindez hogyan is működik. Elsősorban a helyiségek átszervezésének folyamatát ismertetik, ami szintén fontos része a programnak. Mindez lehetővé teszi a munkatársak közötti szorosabb kapcsolatot is, ami a hatékony és a sikeres munka alapfeltétele. Márciusban megkezdődik az új tanév. Való beiratkozás. A szülők idén is igénybe vehetik az e-közigazgatás portálon keresztül az e-óvoda elnevezésű szolgáltatást, amely által díjmentesen online tudják beiratni gyermeküket az óvodába. Azok a szülők, akiknek erre nincs lehetőségük, személyesen az óvodában is megtehetik ezt március 21-e és április 1-e között. A csoportokat szeptemberben az érdeklődésnek megfelelően fogjuk kialakítani. A szülők idén is eldönthetik, hogy magyar, szerb vagy kétnyelvű csoportba szeretnék-e íratni gyermeküket.